A Tisza mentén az egyik legnagyobb turisztikai centrum Tiszafüred és a Tiszató környéke több évtizede a belföldi turizmus egyik legkedveltebb célpontja. Egyedülálló természeti értékeket képvisel ez a térség. Megférnek egymás mellett a mozgalmas vízi életet kedvelők, a fürdőzők és a horgászok is. Motorcsónakos túrákat, ökoprogramokat, kulturális rendezvényeket kínálnak idén is az odautazóknak. Tiszafüred polgármestere Újvár Imre a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát Tiszafüred mindig is egy olyan célpont volt a belföldi turizmus tekintetében, ami nagyon sok rétegű vendéget vagy vendégsereget vonzott a térségbe. Első és a legnagyobb vonzerő a Tisza-tó, ez megkérdőjelezhetetlen. Igen, ez így van. Többféle kikapcsolódási lehetőséget is biztosít Tiszafüred és a Tiszató régió. Hát a fürdésre, kerékpározásra, természetjárásra vágyók, a vízes élőhelyek kedvelői, akik a vadregényes természeti környezetet szeretik, azoknak ideális kikapcsolódási helye a Tiszató és Tiszafüred. Nagyon sokan sokszor párhuzamot vannak a Balaton környéke, vagy a Balaton egyes részei, és ugye a Tiszának ezen szakasza is a Tiszató környékének az ökokínálata között. De mégis más ez, miért? Igen, ez így van, tehát alapvetően a természeti környezete is más, tehát ugye ez az ország második legnagyobb vízfelülete, és egy olyan természeti környezettel, ami azért más, mint a Balaton, tehát itt ebből következően más jellegű kikapcsolódási lehetőségek is vannak. A Balaton is nagyon szép, neki is megvan a maga szerepe az ország turisztikai kínálatában, de mi nem másolni szeretnénk a Balatont, hanem mi szeretnénk egy olyan másik turisztikai alternatívával megjelenni, és egy olyan kiemelt versenyképes turisztikai régiója lenni az országnak, ahová nem csak a belföldi, hanem a külföldi turisták is eljönnek, és nagyon fontos, visszatérő vendégekké válnak. Aki nem járt még ezen a környéken, mivel kecsegtetni, polgármester úr? Elsősorban ugye a nagyon szép természeti környezet az, ami mindenkit rabul ejt, tehát amikor először eljön hozzánk, és persze lehet kerékpározni, fürdeni, de ami nálunk egyedi és más, mint a többi helyen, az a természeti környezet. A csónakázással, ha valaki egy csónaktúrára elindul, az egy kicsit mint a visszamenne az időben. Tehát azért is vadregényes ez a természeti környezet, mert azt a néhány száz évvel ezelőtti állapotát idézi a Tiszának és a Tiszató régiónak, amikor ugye még szabályozatlan volt a folyó, kijöntött a medréből, és ugye ez a mocsaras, vizenyős náddal, ligetekkel tarkított, tavirózsa mezőkkel színesített természeti környezet megvolt. Most ez visszaköszön, nagyon érdemes egy-két órás csónaktúrára, ha az idő engedi, elmenni a víztározóban. Ezen túlmenően pedig ugye egy 65-70 kilométeres kerékpárút veszi körbe a tavat, tehát körbe lehet tekerni a gátkoronán, aszfaltozott úton, tehát gyakorlatilag zavartalanul, és közben rálát az ember a szigetekre, a félszigetekre, a holtágokra, magára, a vízfelületre, tehát nagyon, nagyon szép. Honnan jönnek a vendégek elsősorban? Mi a tapasztalat? Az országban gyakorlatilag a Dunántúltól kezdve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén keresztül, tehát délről, északról, szerencsére mindenhonnan, az ország minden tájáról, külföldről pedig egyre inkább jönnek, én azt gondolom, hogy lassan Európa minden országából, ha statisztikákat is nézzük, találunk vendégeket, de a legkedveltebb célpontja a német, holland és az észak-európai turistáknak elsősorban Tiszató régió. Ha ez a térség, ez a turisztikai térség ennyire kiemelt szerepet tölt be a belföldi turizmusban, akkor azt gondolom, hogy azt a nívót meg is kell őrizni, amit tudnak nyújtani az odalátogatóknak, a turistáknak. Mi mindent kell megtennie ezért Tiszafürednek, a városnak, hogy ez az ökocentrum, ez a környék idegenforgalmi szempontból sikeres legyen, vagy sikeres lehessen. Jól látja, tehát az évről évre növekvő látogatószám az azért nagy igénybevételnek teszi ki a Tiszatavat és környékét. Ezért itt a Tiszató környéki polgármesterekkel és a megyei önkormányzattal is összefogtunk, és indítottunk el olyan kezdeményezést, ami a Tiszató állapotának, a természeti környezetnek az állapotát, hogy megőrizze, azt szolgálja. Ezért a Tiszató projekt keretében a kikötőkben, a szabadvízi strandokon például szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyeztünk ki, hogy ne csak a helyieket neveljük környezettudatos életmódra, irányítsuk őket, hanem a ide érkező turistákat is. Úgyhogy ezek olyan akciók, amelyek mindenképpen azt a célt szolgálják, hogy a természeti környezetet megőrizzük. Mi mindennel lehet még vonzani a turistákat, a látogatókat, nagyon jó programokkal?
Így van, nagyon jó rendezvényekkel és programokkal. Ezek közül is elsőként tudom kiemelni, ami most hétvégén, július 8-án, 10-én lesz a tiszafüredi halasnapok, ahol a hal, a halászlé van a középpontban, valamint a szórakoztató programok nagyon jó. Hazai előadókat hívtunk, nem magyar előadókat, akik fellépnek. Utána a következő hétvégén, július 15 és 17-e között a Tour de Opera, ez egy háromnapos komoly zenei fesztivál lesz. Kerékpározás, kultúra és a természetjárás, a sport van összekötve, ez egy nagyon egyedi dolog, ezt is érdemes kipróbálni. Július 30-án lesz a Nemzeti Vágtának a Tiszatavi Vágta elnevezésű előfutama, ide is várunk sok szeretettel mindenkit. És augusztus elején pedig, augusztus 6-án, 7-én lesz Magyarország első nagyszabású szabadidő sportfesztiválja. A Decathlon, a Magyar Kajakkenu Szövetség és a Tiszafüred Városi Önkormányzat a szervezésében, ami egy kétnapos program. Akkor elég mozgalmas lesz ez a nyár is, és hát tényleg minden korosztály és mindenféle turista réteg megtalálhatja a neki szánt programot. Városi szinten, önkormányzati szinten milyen fejlesztéseket terveznek a közeljövőben, ugye erre a szezonra már felkészültek? Igen, így van. Tehát ugye az fontos, hogy egy olyan infrastruktúra fogadja az ide érkezőket, amely azért egy fejlett régió benyomását kelti, és könnyen megközelíthetővé válnak a rendezvények helyszínei, az objektumok, ezért az utak javítása, az új utak építése az mindenképpen be van tervezve. Már tavaly évben a 33-as főút, ami a fő közlekedési verőere a Tiszatónak, Tiszafürednek, az megújult. Kerékpárutak építése, kerékpáros centrum épült, ugye tavaly Magyarország legnagyobb kerékpáros centruma épült nálunk, amely nem sokára meg is nyílik, és több ezer embernek a részvételére számítunk már idén is, és a következő időszakban is további infrastruktúrális beruházásokat tervezünk, hogy megkönnyítsük az itt élőknek azért a szabadidő eltöltését, akik ide látogatnak. Ugye, hogyha egy-egy térségben a turizmus, a turisztika, az idegenforgalom húzó erő, akkor nézi a város, nézi a térség azt is, hogy mennyit kapacitál abból, milyen bevétele származik, és hogyan tudja a későbbiekben is fejleszteni. E tekintetben akár önállóan Tiszafürednek, de ott a környéken lévő önkormányzatoknak milyen fejlesztési tervei vannak a jövőre nézve. Mindenképpen szeretnénk a szabadvízi strandokat fejleszteni, tehát azért a szabadvízi strandok látogatottsága az nagyban megnőtt az előző időszakban, és hát a fejleszteni való az van tennivaló jelentős mértékben, tehát nekünk is van már egy olyan beadott pályázatunk, most adtuk be nem is olyan régen, ami a szabadvízi strand fejlesztését szolgálja, új gyepszőnyeg, kiszolgáló létesítmények, játszótér és ehhez kapcsolódó egyéb fejlesztések, a gátkoronának a megújítása, ülőbútorokkal, világító, új világítótestekkel, ezen túlmenően pedig a templomok felújítása, tehát nálunk a templomok azok egy olyan turisztikai elem, létesítmény, ami nagyon látogató. Tehát az tavalyi évben már a Tiszatavi templomok útján című projekt keretében sok kis falunak megújultak a templomai, úgyhogy itt nagyon, nagyon sok látogatót vonzott ez is, és most a nagyobb településeknek a hasonló ilyen kegyhelyi vallási helyei vannak előtérben. Köszönjük szépen, polgármester úr! Köszönöm a lehetőséget!